Az elmúlt év második felétől tapasztalható, hogy a helyi rendőrkapitányságok munkáit idegen rendőrök is segítik. A Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén is megerősített szolgálatot tartanak. Az egységek, a járőrök jelenléte már számos pozitív eredményt hozott, mondta a Városi Rendőrkapitányság sajtóreferense. Ezek a rendőrök a készenléti rendőrség állományából érkeztek a Sárospataki Rendőrkapitányságra, megerősíti szolgálatot látnak el területünkön. Az ő feladatuk az, hogy visszatérően ellenőrizzék a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén található településeket, vagyis 24 órában legalább egyszer, de ha lehetőleg többször is, rendőri jelenlét legyen minden településen. A készenléti rendőrök ezt a feladatot hajtják végre. Tapasztalatunk az, hogy csak pozitívumot tudok róla elmondani. Mindenhol megjelennek állampolgári megelégedettséget, hallunk róluk, hogy látják a rendőröket, nem mennek el szabálysértések mellett, és ez az én álláspontom szerint jó. A rendőri erők vezénylése központilag történik, és valóban van jó hozadéka. Ezt már Sárospatak város polgármestere mondta. Aros János azonban leszögezte, az önkormányzat továbbra is szorgalmazza a helyi kapitányság létszámbővítését. Hogy nem elégszünk meg ezzel a helyzettel, továbbra is azt szeretnénk, hogyha létszámot kapna a Sárospataki Rendőrkapitányság, és sokkal többen tudnának a hétköznapok során is az utcán lenni, az emberek között lenni, mert akkor talán nagyobb biztonságérzetük lesz a pataki lakosok. Sárospatakon és a hozzátartozó településeken a készenléti rendőrök bevonásával minden nap biztosított a rendőri jelenlét valamennyi településen.